Az orosz vakcina is megkapta az engedélyt a magyarországi használatra, kezdődhet az oltás vele. Már csak nem 300 ezer ember kapta meg itthon valamelyik oltást, a legidősebbeket a hétvégén is oltották. A legsérülékenyebb vállalkozásokon segít a 10 millió forintos kamatmentes gyors kölcsön, erről beszélt a pénzügyminiszter. És gleccser omlás sodort el gátakat és egész településeket a Himalájában, nagyon sokan meghaltak vagy eltűntek. Ez a Híradó 7:30-tól az M1-en. Messzes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Indulhat az oltás az orosz vakcinával, megkapta az engedélyt a Sputnik V a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. A hatósági vizsgálatok szerint az oltóanyag minden előírásnak megfelelt és embereken alkalmazható. A Sputnik V már a negyedik engedélyezett vakcina Magyarországon. A hét elején érkezett belőle az első szállítmány, akkor 20 ezer embernek elegendő jött, de később összesen 1 millió embernek elég oltóanyagot várunk még Oroszországból. Az országos tisztifőorvos ma azt mondta, a Sputnik V biztonságos és hatékony. 40 ezer ampullányi, azaz 20 ezer ember beoltására elegendő Sputnik V vakcina érkezett Magyarországra kedden reggel. Ez volt az első jelentős mennyiségű szállítmány. A magyar szakemberek november óta tanulmányozzák az orosz vakcinát. Európában elsőként hozzánk érkezett az oltóanyagból, kifejezetten azzal a céllal, hogy itthon is megvizsgálhassák a szérumot. Ezt először az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet tette meg. Áttekintették az oltóanyag dokumentációit, szakértőket vontak be, és ellenőrizték az oroszországi gyártóhelyet is. Miután mindent rendben találtak, január 20-án megadták az engedélyt a szer használatára. A vizsgálat szerint a Sputnik V hatékonysága több mint 90%-os, ráadásul időseknél is biztonságosan alkalmazható. Beadásának csak alsó korhatára van, 18 év felett mindenkinek adható. Az OGI mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ is tanulmányozta az orosz vakcinát, minden egyes gyártási tételt megvizsgáltak. Az Emberi Erőforrások minisztere vasárnap jelentette be, hogy az NNK befejezte a Sputnik V hatósági vizsgálatait, és megállapította, a vakcina megfelelő és alkalmazható a koronavírus elleni védekezésben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ döntése értelmében az orosz Sputnik vakcina is biztonságosan és hatékonyan alkalmazható hazánkban. Így mostantól 4 vakcina rendelkezésünkre a koronavírus elleni harcban. Tehát jelen pillanatban már a választás is honfitársaim lehetőségei közé tartozik. Éljünk vele! Az országos tisztifőorvos az M1-nek azt mondta, minden a rendelkezésünkre álló vakcina hatékony, hatásos és biztonságos. A Sputnik vakcinának is a vizsgálatai lezajlottak a Nemzeti Népegészségügyi Központban, jó eredménnyel zárultak, tehát amit felszabadítunk felhasználásra, azok a vakcinák hatékonyak, hatásosak és biztonságosak. Tudjuk jól, hogy ebből 1 millió ember beoltására elegendő vakcinát várunk. A kormány megállapodása szerint 3 hónap alatt 2 millió ampullányi, vagyis 1 millió ember beoltására elegendő orosz vakcina érkezik Magyarországra. Az oltóanyag ugyanazzal a technológiával készül, mint az AstraZeneca. A koronavírus tüskefehérjéjének génjét egy ártalmatlanított vírus segítségével juttatják be a szervezetbe. Hatékonysága megegyezik a nyugati vakcinákéval, amelyről a brit orvosi szaklap, a Lancet is beszámolt. Egyre több uniós országba érkezik meg az AstraZeneca első vakcina szállítmánya. Franciaországban például már be is adták az első adagot az oltóanyagból. Magyarország 20 ezer embernek elegendő vakcinát kapott tegnap, ezt a 60 év alatti krónikus betegek kapják majd meg. Március végéig 40 millió érkezik az Unióba az oxfordi oltásból. Ennek a vakcinának több előnye is van, például, hogy nem kell rendkívüli hidegben tárolni, itt sokkal egyszerűbb a szállítása is. Január végén engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség a brit-svéd gyógyszeripari vállalat az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának feltételes forgalmazását. Ez a harmadik oltóanyag, amely elérhetővé vált az Európai Unió 27 tagállamában a Pfizer és a Moderna oltóanyaga után.
Február első hetében pedig már el is indult az európai kiszállítás. Az egyik Rómához közeli katonai repülőtérre szombaton kamionokkal érkezett meg az első szállítmány. Az oltóanyag elosztóként működő központba csaknem 250 ezer AstraZeneca vakcinát szállítottak, és az oltóanyagokat hűtőszekrénybe pakolták. Az olasz hadsereg innen szállítja majd az oltópontokra, és a jövő héten meg is kezdik a felhasználását. Németországba több mint 1,5 millió adag érkezett. Itt a 18 és 64 év közöttiek kaphatják meg az AstraZeneca injekcióját, ezt a német egészségügyi miniszter jelentette be. Ezzel egy időben a hétvégén Lengyelország is megkapta az első adagot az oxfordi vakcina szállítmányból. Ebbe a lyoni kórházba összesen 7700 adag oltóanyag érkezett, mondta el a kórház igazgatója, abból a 270 ezer adagból, amit Franciaország kapott. Itt már vasárnap el is kezdték a 65 év alatti egészségügyi dolgozók oltását. Ennél nagyobb szállítmányt, 300 ezer adagot a jövő hétre várnak. Portugáliában a legkritikusabb a járványhelyzet Európában. Itt már a német hadsereg orvosai is besegítenek a koronavírus elleni védekezésben. Az országba csak a jövő héten érkezik meg az AstraZeneca első szállítmánya. Budapestre szombaton a kora reggeli órákban érkezett meg az oxfordi vakcina szállítmány. Rusfai Miklós víruskutató vasárnap az M1-en arról beszélt, hogy az eddigi koronavírus elleni vakcinák hasonló hatásfokúak. A szakember azt is elmondta, hogy az oxfordi AstraZeneca úgynevezett vektorvakcina, és olyan ellenanyagot tud termelni, amely jó eséllyel megvéd a súlyos megbetegedéstől. Nagy előnye pedig ezeknek a vakcináknak, többek között ennek a vektorvakcinának is, hogy a vérünkben lévő ellenanyagok révén a belső szerveink védettek, tehát azok a létfontosságú szervek, a tüdő, a szív, a központi idegrendszer, amelyek nagyon fontosak azért, hogy az ember ne legyen beteg, a szervezet működő képessége fennmaradjon. Tehát ezek a létfontosságú szervek védve vannak, mert a vérben lévő ellenanyagok itt kifejtik a hatásukat. Nagyon fontos, hogy minél többen, minél gyorsabban legyenek beoltva, szögezte le az országos tiszti főorvos. Müller Cecília az M1-nek arról beszélt, hogy Magyarországon ötféle vakcinának van úgynevezett veszélyhelyzeti engedélye. Minden vakcina jó, amely rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, különböző módon hatnak, és tulajdonképpen itt a szerencsénk, a szerencsétlenségünkbe ebben a pandémiában, hogy úgy néz ki, hogy valamennyi, bármely technológiával készült vakcina hatásos és biztonságos tud lenni. Bár a brit kutatók szerint az AstraZeneca az idősek esetében is hatékony oltóanyag, itthon egyelőre csak a 60 év alatti regisztrált krónikus betegséggel küzdők kapják majd. Az oltóanyag előnye, hogy a többinél alacsonyabb az előállítási költsége, és szállítás közben sem igényel mély fagyasztást, a gyártástól a felhasználásig normál hűtőszekrényben 4 és 8 fok közötti hőmérsékleten tárolható. Az uniós vakcina hiány miatt egyre több európai ország gyártana saját maga koronavírus elleni oltást. Az elmúlt napokban egymás után jelentették be az államok vezetői, hogy készen állnak az oltóanyagok előállítására. Románia, Szlovákia és Ausztria is beállt a sorba, de hogy pontosan melyik vakcinát gyártanák, azt egyelőre nem tudni. Annyi viszont már biztos, hogy Szerbia már jövő héten tárgyal orosz szakemberekkel a Sputnik gyártásáról, így ott készülhet először Oroszországon kívül ez a vakcina. Akár az orosz, akár a kínai vakcinával beoltatná magát, ha azokat az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezi, ezt mondta egy lapinterjúban az osztrák kancellár. Sebastian Kurz, a német Weltam Zontag vasárnap megjelent cikkében arról beszélt, az oltásokkal kapcsolatban most a legfontosabb, hogy hatékonyak és biztonságosak legyenek, valamint hogy gyorsan rendelkezésre álljanak. Az osztrák kormányfő elismerte, a jelenlegi oltási nehézségeket részben a szállítási problémák és az uniós engedélyezés lassúsága okozza. Az interjúban azt is hozzátette, a Sputnik V-t és a kínai oltóanyagokat gyártaná is Ausztria. Ugyanerről beszélt a szlovák miniszterelnök is. Igor Matovič a szlovák közszolgálati rádióban elképzelhetőnek nevezte, hogy Szlovákiában is gyártani fogják az orosz fejlesztésű Sputnik V oltóanyagot. Hangsúlyosan szem előtt tartjuk a közérdeket. Az élet és az egészség védelme most a legfontosabb. Ebben az esetben semmi esetre sem részesítjük előnyben a politikát vagy a geopolitikai érdekeket. Az emberek egészségének és életének védelme az első, szögezte le Igor Matovič.
Szintén gyártana koronavírus vakcinát Románia is. Az ország miniszterelnöke arról beszélt, az Európai Bizottság érdeklődött, hogy Romániának vannak-e a vakcinagyártáshoz szükséges kapacitásai. A kormányfő erre igennel felelt, és szerinte már folynak az egyeztetések a részletekről. Azt azonban Florian Kicu nem közölte, hogy melyik oltóanyagot és mikortól gyártanák Romániában. Ekközben az iráni elnök bejelentette, hogy elkezdik az ország oltási tervét végrehajtani. A perzsa államban a koronavírus elleni oltásokat a következő napokban kezdik el azzal, mint egy 2 millió Sputnik vakcinával, ami csütörtökön érkezett Iránba. A tudományos folyóiratokban nagyon kedvező elemzések láttak napvilágot az orosz vakcinával kapcsolatban. Ezt már az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője mondta Moszkvában. Josep Borrell azután beszélt erről, hogy az orosz külügyminiszternél tett látogatást. Jelenleg a világban kevés vakcina van forgalomban. Hogy ezt a hiányt enyhítheti az orosz vakcina, az nagyon jó hír. Most az Európai Gyógyszerügynökségen a sor, hogy jóvá hagyja a Sputnik V-t, mondta Josep Borrell. A Sputnik V Oroszországon kívüli gyártásához sajtóhírek szerint Szerbia állhat a legközelebb. Alekszandar Vučić, szerb elnök a napokban azt mondta, a jövő héten orosz szakértők érkeznek Szerbiába, hogy megkezdjék az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Hozzátette, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel előzetes megállapodás született a gyártás beindításáról. A 300 ezerhez közelít már azoknak a száma, akik megkapták itthon a koronavírus elleni védőoltás első adagját. A hivatalos szám egészen pontosan 286.379 fő. Több mint 100 ezeren közülük pedig már a második adagot is megkapták. Ma is folytatódott a legidősebbek oltása, a tegnap érkezett AstraZeneca vakcinákkal pedig hamarosan megkezdődhet a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása. A Semmelweis Egyetem oltópontjain csaknem 750 időst oltottak be csütörtöktől vasárnapig. Megnézzük, hogy a nyilatkozatban vannak-e olyan adatok, ami alapján esetleg felmerül az, hogy nem kaphatja meg valaki. Mindenkit kikérdeztek és megvizsgáltak az oltás előtt. Ezek és a hozzájáruló nyilatkozat alapján döntötték el, hogy beadható-e a vakcina. Jobb kezébe szeretnék adni? Az egészségügyi dolgozók oltását is itt végzik, mert több tízezer embernek adták be a vakcinát. Arra is felkészültek, ha nem várt oltási reakciók jelentkeznének, egy sürgősségi csapat figyelt azokra, akiket beoltottak. Amitől mindenki fél, ez az úgynevezett allergiás, anafilaxiás reakció. Egyrészt azt tudom mondani, hogy mi itt a Semmelweis Egyetemen most már több mint 42 ezer oltást adtunk be. Ez alatt a 42 ezer oltás alatt sem anafilaxiás reakciót, sem igen komoly szövődményt nem láttunk. Rövid várakozás után mindenkire sor került Székesfehérváron. Őrsi Istvánné azt mondta, az elhírek miatt bizonytalan volt, hogy kérje a vakcinát. De aztán a józanész meg csak az diktálta, hogy azért olyat nem adhatnak, ami nincs megfelelően ellenőrizve. Hónapok óta várt Kovács Ferenc és felesége a vakcinára, így ahogy megérkezett a regisztrációs levél, már másnap vissza is küldték. Nem vaciláltam. Már rég elterveztem. Mikor másodszor visszajött a vírus, akkor mind a ketten elterveztük, hogy beoltassuk magunkat. A kórház valamennyi osztályának orvosai, szakápolói és adminisztrátorai részt vettek az oltások beadásában. Több mint 1000 idős kapta meg a házi orvosánál a Moderna, vagy az oltópontokon a Pfizer vakcináját a 4 nap alatt. Az ő egészségük, életük szempontjából nagyon fontos az, hogy az oltást megkapják, mert ezzel tudják megvédeni magukat a betegségtől, és hát ők a legveszélyeztetettebbek, hogy esetleg súlyosan zajlik a betegség náluk. Egy kis szúrás lesz, hát ez már ismerős nyilván. Csongrád-Csanád megyében szombaton végeztek az idősek beoltásával, 1700-an kapták meg a vakcinát. Vasárnap az egészségügyi dolgozók oltását folytatták. Szabadságot fog ez adni számunkra. Egyrészt az, hogy nem leszünk talán betegek, és bizonyos a munkánk során bízunk benne, hogy így hamarabb majd feloldozást fogunk kapni, és tudunk menni újra családlátogatásra. Szegeden most 8 oltópont működik, de ha végre lesz elég vakcina és elindulhat a lakosság tömeges oltása, akkor további 80-at nyitnak meg. Arra is felkészültek, hogy az összes előkészített oltóanyagot felhasználják. Mindig rendelkezni kell olyan tartalékemberrel, aki jogosult, és szükség esetén behívható. Itt a központban könnyebb helyzetben vagyunk, mert nagyon szigorú vakcinagazdálkodás folyik. Óráról órára készíti el a központi gyógyszertárunk a vakcinákat. Itt pontosan tudjuk ütemezni, hogy mennyi kell, ennek megfelelően sosincsen kimaradt vakcina.
Magyarországon eddig csak nem 286.500-an kapták meg a vakcina első adagját, közülük több mint 105.000-en pedig már a második oltáson is túl vannak. Egyre több csaló használja ki a járványhelyzetet, most éppen az oltásra hivatkozva csalt ki pénzt egy idős nőtől és lányától egy férfi tápiószőlősön. A férfi orvosnak adta ki magát, és pénzt kért az oltásért, sőt azt mondta, hogy ha nem oltatják be magukat, büntetést is kapnak. A két nő 40.000 forintot fizetett a csalónak, a rendőrök végül elkapták az állorvost. Január utolsó napján a 33 éves férfi fehér nadrágot, fehér pulóvert és szemüveget vett fel. Így ment társával a 79 éves asszonyhoz és gondokság alatt álló lányához, és orvosként mutatkozott be. Előadta, hogy a koronavírus elleni oltásért fizetni kell, sőt, ha nem oltatják be magukat, büntetést is kapnak. A két megriadt nő átadott 40.000 forintot, ugyanis az áldoktor szerint személyenként 20.000 forinttal lehet rendezni a helyzetet. Miután az egyik helyi boltban elköltötték a pénzt, a férfi társa, egy 38 éves nő, azt tanácsolta neki, hogy borotválkozzon meg és dobja ki a nadrágot, hogyha kiderülne az átverés, ne ismerjék fel. Amikor a rendőrség tudomására jutott a cselekmény, a helyi és szomszédos újszilvási körzeti megbízottak egészítették ki személyismeretüknek köszönhetően a ceglédi nyomozók információit. A tettesi kört addig szűkítették, míg 2021. február 3-án előállították a páros mindkét tagját. A lakásukon tartott házkutatáson mobiltelefonokat és a csaláshoz használt felszerelést is begyűjtötték. A rendőrség a hivatalos megfogalmazás szerint a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására időskoránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy ellen elkövetett csalás gyanúja miatt nyomoz az ügyben. Járványkörképpel folytatjuk a híradót, lássuk, hogy az egyes országok éppen hogyan állnak a koronavírus elleni küzdelemben. Ausztria szigorítja határain az ellenőrzést holnap reggeltől, emiatt már ma is jelentős torlódás volt például Hegyeshalomnál, ahol az osztrák hatóságok egyelőre szúrópróbaszerűen vizsgálják az Ausztriába belépőket. Horváth Gábor tudósított Hegyeshalomból. Az osztrák belügyminiszter szerint csak a legfontosabb belépéseket engedélyezik, ez például vonatkozik tehát az ingázókra is, ők természetesen beléphetnek továbbra is Ausztriába, de eddig is voltak szúrópróbaszerű ellenőrzések, például az osztrák-magyar határon is, de ezeket fogják valószínűleg szigorítani. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, azt ma este még nem lehet tudni, holnap reggel fog ez kiderülni, hogy hosszabb várakozásra kell számítani azoknak, akik beszeretnének lépni Ausztriába. Nem javul a járványhelyzet Szlovákiában. Éppen emiatt holnaptól egy úgynevezett COVID-automata lép életbe. Egy olyan rendszer, amellyel a járványintézkedések enyhítését vagy szigorítását automatizálják. Az ország nagy részében még mindig kritikus a járványhelyzet, ezért a járások nagy része fekete besorolású. Ezeken a helyeken maradnak a kijárási korlátozások, és a korábbi tervekkel ellentétben holnap nem nyithatnak ki az iskolák sem. Kassáról Nagy Emese jelentkezett. A COVID-automata 7 veszélyeztetettségi szintet különböztet meg. A fekete, legrosszabb besorolású járásokban tilos az óvodák és iskolák újranyitása. A vörös járásokban erről a kérdésről a regionális közegészségügyi hivatal dönt. A legtöbb esetben szintén zárva maradnak a tanintézmények. A magyar lakta járások nagy része is ebbe a kategóriába tartozik. A 20 piros és egy rózsaszín besorolású járásban valamivel jobb a járványügyi helyzet, így ezekben hétfőtől kinyithatnak az óvodák, az alapiskolák alsó tagozatai és a középiskolák végzős évfolyamai, de ez is feltételekhez kötött. A pedagógusoknak, az iskolai személyzetnek, a diák legalább egyik szülőjének és a középiskolásoknak 7 naposnál nem régebbi negatív koronavírus teszttel kell rendelkezniük. Mindeközben Romániában holnaptól jelentős enyhítés jön. Ugyan nem mindenhol, de a települések kétharmadában kinyithatnak az iskolák, és a diákok visszatérhetnek az oktatási intézményekbe. A tanárok és a diákok számára is kötelezővé teszik a maszkviselését, rendszeresen szellőztetik majd az osztálytermeket, és antigén gyors tesztekkel látják el az iskolákat. Bukarest, Demeter Katalin. Az iskolaorvosokból is hiány van, és Romániában az oktatási intézményeknek csak a töredékében van orvosi rendelő, ez is nehezíteni fogja majd az iskolai teszteléseket. Minden esetre a szabály az az, hogy a kisiskolások között, hogyha egy osztályban megjelenik a fertőzés, akkor 14 napra szüneteltetik a jelenléti oktatást, illetve a felsőbb tagozatoknál akkor térnek vissza az online oktatásra, hogyha egy osztályban két diák is megfertőződik.
Óvatos nyitásba kezd Izrael is, véget ért a harmadik országos zárlat a keleti államban. Egy hónap után feloldották a lakhelyelhagyási tilalmat, a kevésbé fertőzött településeken pedig az iskolák is kinyithatnak, de sok helyen azért még marad a korábbi szigor. Bár az ország az első között jár az oltást tekintve, a járványügyi mutatók mégsem javulnak számottevően. Sokan a mostani lazítást is ellenzik. Hajat vágatni ment ez a férfi az egyik jeruzsálemi fodrászüzletbe. Kihasználta az első adandó alkalmat, vasárnap reggeltől ugyanis ismét kinyithattak a szolgáltatók az országban. Ő az egyetlen vendég, többet be sem engedhetnének a helyiségbe. Izraelben január 8-án rendelték el a harmadik országos zárlatot, hogy a koronavírus járványt visszaszorítsák. Most óvatos nyitásba kezdtek. Feloldották a lakhely elhagyási tilalmat, így sokan több mint egy hónap után már vasárnap reggel bemehettek dolgozni a munkahelyükre. Jól érzem magam, mintha egy kicsit visszatértünk volna a normális kerékvágásba. Vártuk ezt a pillanatot, és nagyon sokáig tartott, mire bekövetkezett, mondja egy férfi. A kevésbé fertőzött településeken az iskolák is újra nyithatnak kedden, de arról még nem született döntés, hogy a bölcsödék, illetve az óvodák ezt mikor tehetik meg. Az üzletek még nem nyithattak újra, és a vendéglők, kávéházak is csak házhoz szállítással vagy elvitelre szolgálhatnak ki. De vasárnaptól ismét látogathatók az ország természetvédelmi területei és a vallási emlékhelyei. A turizmus újraindítását segíti az is, hogy a szállásadók is fogadhatnak már vendégeket, igaz, egyelőre csak korlátozott számban. A Tel Avivi Ben Gurion repülőtér azonban egészen február 20-áig zárva marad, hogy külföldről ne hurcolhassák be a koronavírus újabb variánsait az országba. A külföldön rekedt izraelieket a kormány mentőjáratokkal hozza haza Dubajból, illetve New Yorkból. Sokak szerint elhamarkodott a mostani nyitás. Jelenleg ugyanis jóval magasabb az aktív fertőzöttek száma és a súlyos betegek száma, mint az országos fesztegzár bevezetése idején volt. Ugyanakkor sehol a világon nem oltják olyan gyorsasággal a lakosságot, mint Izraelben. Az országban december 20-a óta pontos menetrend szerint történik a vakcinák beadása. A kormánynak sikerült annyi oltóanyagot beszerezni a Pfizer-BioNTech gyártótól, hogy március közepéig mindenki megkaphatja az oltást. A 9 milliós ország lakosságának majd 40%-a megkapta már a koronavírus elleni vakcina első dózisát, és sokan már a második oltáson is túl vannak. Szakértők szerint ennek ellenére Izraelben is csak hónapok múlva térhet vissza az élet a normális kerékvágásba. Több tízezer vállalkozásnak jelenthet segítséget a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön, erről beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A 10 millió forintos kamatmentes hitel a leginkább bajban lévő cégeket célozza meg, így sokaknak ez a kölcsön biztosíthatja a további működést, illetve a túlélést. A pénzügyminiszter azt mondta, abban bíznak, hogy a gazdaság újraindítási akcióterv segítségével idén visszatérhet a gazdasági növekedés, 4-5%-os emelkedéssel számolnak. A megrendeléseket készítik össze ebben a Lajos Mizsei csárdában. A 47 éve működő Kft. Az évek során már nem csak ételekkel, hanem rendezvényekkel is várta a vendégeit. A 70 alkalmazottal alkalmanként akár 800 vendéget is ki tudtak szolgálni egyszerre. Bevételük vendégek hiányában a felére csökkent. A dolgozóinkat szerettük volna megtartani, és hát bevállaltuk azt, hogy akkor kiszállítunk. Hát ezek hétvégeken működnek. Hála Istennek elég sok törzsvendégünk visszajár és megkeres, de hát a hét eleje, hét közepe azért nagyon gyengébb szokott lenni. Az ilyen és ehhez hasonló, a koronavírus miatt bajba került kis- és középvállalkozásoknak nyújtott segítséget a gazdaság újraindítási akcióterv első eleme, a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön. Amit a cégek bérekre, juttatásokra, rezsire, működési költségekre és készletfinanszírozásra is fordíthatnak. A maximum 10 millió forintos hitel 10 éves futamidejű és kamatmentes. További segítséget jelenthet a vállalkozásoknak, hogy csak 3 év múlva kell elkezdeni törleszteni. A cél, hogy a leginkább válságban lévő területek kapják meg a forrást. Erről már a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt az M1-en. Parag László kifejtette, hogy olyan cégek jelentkezésére számítanak, amelyeknek a 10 millió forint biztosíthatja a további működést. Több tízezer vállalkozás jöhet szóba itt az elérhetőségben. Egyébként a közbeszéd ismeri ezeket a vállalkozásokat. Látjuk azt, hogy a vendéglátás, a turizmus,
az különösen nagy nehézségeken megy keresztül. Azt is látjuk, hogy ezeknek a területeknek az összes kiszolgáló felülete bajban van, a taxisoktól, a beszállítói láncokon át, gyakorlatilag minden egyes területen. A költségvetési tanács elnöke az M1-en arról beszélt, hogy az új 100 milliárd keretösszegű hitel egy több ezer milliárdos program része. Kovács Árpád úgy fogalmazott, hogy a védekezés eredményesnek bizonyult, és most a gazdaságot kell újraindítani. Nem az a cél, hogy egyszerűen megússzunk valamit, hanem az a cél, hogy emelkedő pályára jusson vissza a gazdaság, és ennek az esélye a belepumpált pénzeknek, az áldozatvállalásnak köszönhetően megvan. A magyar gazdaságpolitika azonnal reagált a koronavírus okozta gazdasági válságra. Erről beszélt a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány fontosnak tartotta azt is, hogy a beruházások ne álljanak le. Így azok támogatásának idén és jövőre lesz érezhető a hatása. Magyarország tartja eddig azt a arányt, ami a közép-európai országokra jellemző. Mi úgy látjuk, hogy ez a közép-európai térség, ez az 5-6%-os gazdasági visszaesés környékén tud stabilizálódni, és hát nagyon bízunk abban, hogy ez a trend persze megfordul az idén. A kifizetett támogatásoknak, elindított programoknak köszönhetően már azzal számolunk, hogy ebben az esztendőben a gazdasági növekedés visszatér. A miniszter szerint idén akár 4-5%-os is lehet a gazdasági növekedés Magyarországon. A házi orvosokhoz hasonlóan az alapellátásban dolgozó fogorvosok is több pénzt kapnak az államtól, az emelés több mint 60%-os az előző évhez képest. A fogorvosi kamara elnöke az M1-nek azt mondta, hogy régóta szükség volt az emelésre, és hogy sokat fog mindez jelenteni a szakembereknek. Tömés, fúrás, fogkő eltávolítás, folyamatos a munka ebben az új fehértói rendelőben. Frank Andrea több mint negyed százada gyógyít. Nemrég a Híradónak arról beszélt, a praxisra kapott pénzből épp hogy kijönnek, hiszen például az utóbbi időben nagyon megemelkedtek az anyagköltségek. Neki és több ezer kollégájának segít most a kormány, hiszen a fogászati kassa 60%-kal emelkedik idén. Ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest 26 milliárddal több, csak nem 69 milliárd forint lesz szétosztható a fogászati ellátórendszerre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte, a kormány fontosnak tartja, hogy ne csak az alkalmazottként foglalkoztatottak bére emelkedjen, hanem azok a fogorvosoké és szakdolgozóiké is, akik vállalkozási formában végzik munkájukat. Ez egy jelentős támogatást jelent a praxisok számára. A támogatás nagy segítséget jelent a fogorvosoknak. Erről beszélt a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke az M1-nek. Gerle János elmondta, a döntés és 2800 alapellátásban dolgozó szakembert, és a szakellátó fogorvosok egy részét is érinti. Az alapellátó fogorvos eddig a praxisában körülbelül havonta 1.200.000 forint jövedelemhez jutott. Ebből kellett a bérét, az asszisztensnő bérét finanszírozni, és lényegében az egész rendelőt működtetni. Ez a bértámogatás pedig arról szól, hogy ehhez az összeghez most hozzá fog jönni nagyjából egy 60%-nyi úgynevezett bértámogatási emelés, és ezzel nőhet meg az a működési költsége a fogorvosnak, a működésre fordítható összeg, amiből ő ki tudja gazdálkodni majd a magasabb bért mind a maga, mind az asszisztensnője számára. Orbán Viktor miniszterelnök még tavaly ősszel jelentette be, hogy soha nem látott béremelést kapnak az orvosok itthon. Összefogásra van szükség, ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében egy áttörő erejű javulást kell elérnünk. Az orvosi kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó bértáblát, javaslatot elfogadtuk. A napokban pedig már meg is érkezett az orvosok számlájára a megemelt bér. Ezt a programot terjesztette ki a kormány a házi orvosokra és a fogorvosokra is. Esetükben cél az is, hogy minél többen lépjenek be a praxis közösségekbe is, vagyis hogy az orvosok működjenek együtt a kollégáikkal, helyettesítsék egymást, ha kell, így kevesebb orvos több beteget tudjon ellátni. A pluszpénz mértéke így attól is függ, részt vesznek ezekben. Az első bértámogatást januárra visszamenőleg áprilisban kapják majd meg a fogorvosok.
DK azt szeretné, hogy legyenek mobil oltópontok azokon a kis településeken, ahol nincsen házi orvos. Komáromi Zoltán azt mondta, 6500 házi orvosi praxisból több mint 600 betöltetlen, emiatt pedig mintegy 800 ezer ember ellátatlan az országban. Hozzátette, ezek az emberek 20-30 kilométerre vannak a legközelebbi szakrendelőtől. A demokratikus koalíció felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul szervezzenek mobil oltóegységeket, illetve járásonként alakítsanak ki legalább egy olyan oltópontot, hogy azokat az embereket is be lehessen oltani, akik olyan helyen laknak, ahol nincs állandó háziorvosi szolgálat. Az LMP diplomás bérminimum bevezetését javasolja a közszférában dolgozóknak. Ungár Péter azt mondta, a pandémiás helyzet megmutatta, hogy mekkora szükség van a közszférában dolgozókra, akiknek a nagy része a garantált bérminimumot keresi. Ez azt jelenteni, hogy azok az emberek, akik felsőfokú végzettséggel dolgoznak a közszférába, egy külön meghatározott bérminimum szerint a garantált bérminimumnál többet kapnának. A főváros szerint már egy zebra felfestésére sincs pénz, miközben milliós jutalmakat osztogatnak. A Magyar Nemzet arról írt, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat nem fukarkodott a kiutalt pénzekkel, annak ellenére sem, hogy a főpolgármester korábban kijelentette, hogy saját magukon kezdik a spórolást. A főváros szerint a kiutalt pénzek nem karácsonyi jutalmak, hanem az előző városvezetés által kinevezett tisztségviselők távozásával összefüggő kifizetések voltak. Budapest vezetése saját magán kezdi el a spórolást, és megdöntünk olyan politikai tabukat, amelyeket 30 éve senki nem mert megdönteni. Budapest rendkívül nehéz helyzetben van, panaszolta el közösségi oldalán még tavaly novemberben a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint ugyanis a várost egyszerre sújtja a világjárvány és az Orbán kormány elvonásai. Nemrég pedig kabinetfőnöke Balogh Samu állította azt, hogy a nagykörúton már egy zebra felfestésére sem futja. Jó lenne a Kazinczy utcán a zebrát létesíteni valóban, de nem tudjuk csak úgy ezt megvalósítani, nincs erre forrásunk. A főváros sanyarú helyzete ellenére Karácsony Gergely mégsem fukarkodott, és tavaly milliós évvégi pénzeket fizetett ki. Szombaton a Magyar Nemzet írta meg, hogy a fővárosi önkormányzat egyik titokzatos főosztályvezetője 7 milliós jutalmat kapott. Kiléte azért titokzatos, mert a 13 oldalon keresztül sorolt több száz kifizetést nevek említése nélkül adta meg a főpolgármesteri hivatal. A jutalomlistán szerepel egy olyan vezető főtanácsos is, aki havonta 365.400 forintot vitt haza. Ezzel szemben 4.252.500 plusz pénzt kapott 2020 év végén. Egy másik ismeretlen főelőadónak pedig a 350.000 forintos havi illetménye mellé további bruttó 3.150.000-et utaltak ki, a táblázatban is megjelölt jutalomjog címen. A lap korábban arról is beszámolt, hogy Karácsony Gergely pártársa, az ugyancsak párbeszédes Jávor Benedek, a főváros brüsszeli képviseletének vezetőjeként a 900 ezres egyhavi bérének megfelelő évvégi jutalmat kapott. De hasonlóan magas összeggel díjazta a főpolgármester kabinetvezetőjét Balogh Samut és a DK-s Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes egyik közvetlen munkatársát, Keszthelyi Dorottyát, Misetics Bálint, szociális főtanácsadót és Rényi Ádám kommunikációs igazgatót is. Vannak olyanok, akik számára ez egy minimális kiadás jelent. Nekünk viszont élethalál kérdés. Közben Karácsony Gergely arra kérte a budapesti vállalkozásokat, ha tehetik, fizessék be az iparűzési adó teljes összegét, hogy a fővárosi közszolgáltatások ne sérüljenek ilyen vészterhes időben. De nem csak a Városházán ígért spórolást Karácsony Gergely, hanem a Lánchíd felújítása kapcsán is. Később azonban kiderült, a közbeszerzésen győztes A-híd ZRT a korábbi ajánlatához képest, úgyhogy abból több rekonstrukciós elem is kikerült, 5 milliárd forinttal több pénzt kér. Az 5 milliárd szerintem ez egy hasraütésszerű szám. Karácsony Gergely bár akkor az Inforádióban tagadta a túlárazást, a műsorvezető kérdésére elismerte, a részletekről fogalma sincs. Az sem igaz, hogy az előleg sokszorosára emelkedett, a ködbér megcsökkent? Nézze, erre most megmondom őszintén, a pontos választ nem tudom megmondani. A főváros egy közleményben reagált a Magyar Nemzet cikkében említett összegekre. Azt írták, azok nem karácsonyi jutalmak, hanem az előző városvezetés által kinevezett tisztségviselők távozásával összefüggő kifizetések. A lap erre úgy reagált, amennyiben a dokumentum nem a tavalyi jutalomlistát tartalmazza, akkor a főjegyző miért ezt a címet adta neki, illetve miért ezt a választ küldték meg a közérdekű adatigénylésre.
legtöbben meghaltak és 150 ember eltűnt Észak-Indiában, amikor leszakadt egy gleccser a Himalája lábánál. A jég egy folyóvölgyében zúdult le, megrongálta az ott működő vízerőművet is, így most áradásoktól tartanak. A környéken emberek ezreit kellett kimenekíteni, a mentés még mindig tart. Szemtanúk azt mondják, hogy olyan gyorsan történt minden, hogy esély sem volt a menekülésre. A tibeti határnál állomásozó indiai katonák rögzítették ezt a felvételt vasárnap reggel. Először a lezúduló víz morajlására figyeltek fel, fügyszóval és kiabálással próbálták felhívni a környéken tartózkodók figyelmét a veszélyre. Ám az áradás olyan gyors volt, hogy sokaknak esélye sem volt a menekülésre. Ahogy körülnéztem, nem láttam semmit, majd 5 perc múlva olyan látványt árult elém, mint a bollywoodi filmekben. Még sosem láttam ilyet. A vízerőműnél vagy 50-100 ember szaladt az életéért, de már késő volt, a víz elsodorta őket. Mesélte egy megrendült szemtanú. Egy a középső Himalája lábánál leszakadt gleccser indította meg a sárból, törmelékből és vízből álló lavinát, ami magával sodort szinte mindent, ami az útjában állt. A villámáradás több folyómenti települést teljesen lakhatatlanná tett, és 2 vízerőműben is károkat okozott. Az egyiket tápláló gátat pillanatok alatt teljesen lerombolta. Az elszigetelt településeken élők ellátását minden erőnkkel biztosítani fogjuk, a mentőcsapataink pedig igyekeznek a lehető leghamarabb eljutni azokhoz, akiket csapdába ejtett az ár, nyilatkozta Uttarakhand állam miniszterelnöke. Elmondta azt is, a katasztrófa helyszínére több mint 250 speciális mentőt és katonát vezényeltek ki, akik helikopterekkel vizsgálják át a környéket, túlélők után kutatva. A mentőalakulat tagjai üdvrivalgásba törtek ki, ahogy kihúzták az első túlélőt a sár fogságából vasárnap délután. Az árhullám addigra levonult a folyó felső szakaszáról. Sötétedésig 16 embert sikerült kimenteniük, és 10 áldozat holttestét találták meg, de még legalább 125 eltűntet keresnek. A Himalája lábánál elterülő Uttarakhand államban az elmúlt években jelentős energetikai beruházások indultak a hegyekből lezúduló folyók kiaknázására. A megépült vízerőművek felboríthatták a hegyvidék törékeny természeti egyensúlyát, állítják a szakértők, és közvetve hozzájárulhattak a mostani katasztrófához is. Uttarakhand államban legutóbb 2013-ban volt a mostanihoz hasonló áradás. A himalájai cunamiként elhíresült eset nem véletlenül kapta a nevét. A folyók akkor egész falvakat sodortak el, és mintegy 6000 ember életet követeltek. 4 ember életet követelt egy lavina Utah államban, Amerikában. 8 fiatal síelőt sodort el a hóomlás, azonban 4-üknek sikerült kiásniuk magukat és segítséget hívtak. A túlélőket könnyebb sérülésekkel és kihűléssel vitték kórházba. Utah állam lavina központja mindeközben mindenkit arra kért, hogy kerülje a baleset helyszínét, amíg a hatóságok átvizsgálják a területet. Míg tavaly egyetlen halálos áldozata volt a lavináknak az államban, addig idén már 6-an vesztették életüket ilyen katasztrófában. Sarkvidéki hideg széllel és heves hóeséssel csapott le Észak-Nyugat-Európára, így Németországra is a tél. Van, ahol holnap reggelig 40 cm-nyi hó hullhat, több helyen mínusz 15 fokra csökkent a hőmérséklet. Több száz baleset történt, és emberek tucatjai sérültek meg a német utakon. Mindeközben az ország déli részén meglepően meleg van, holnap akár 20 fok is lehet a különbség a két ország rész között. Egy pillanatra elvesztette az uralmat autója felett egy sofőr a németországi alsó Szászország tartományban. Az út rendkívül csúszós, nem csak a hófúvás okoz gondot, hanem az utakat vastagon borító jég is. Heves hóeséssel és sarkvidéki hideg széllel söpört végig Németország északi részén a Darcy névre keresztelt vihar. Több régióban is mínusz 10-15 fokos hideget mértek. A vastag hótakaró helyenként a 40 cm-t is elérheti. A meteorológusok az 1978-as nagy fagyhoz hasonlítják a mostanit. Akkor az északi tartományokban a közlekedéssel együtt összeomlott az ellátási lánc és a tömegkommunikáció is. Vannak azonban, akik örülnek az errefelé ritka télies időnek. Még sosem láttam ennyi havat, fantasztikus, mondta egy 9 éves fiú.
Egybefüggő jégpáncél fogságába esett ez az autó az 5-ös autópálya egyik pihenőjében Hessen tartományban. Több autópálya szakaszt le kellett zárni a forgalom elől, amíg a hatóságok megtisztítják a hó- és jégtakarótól. Országszerte több száz baleset történt, és legkevesebb 28-an megsebesültek. Észak-Rajna-Vesztfáliában utakat kellett lezárni, és megtiltották a 7,5 tonnásnál nehezebb járművek közlekedését. Egy autómentő cég munkatársa azt mondta, még soha életében nem tapasztalta a mostani időjáráshoz hasonlót. A katasztrofális egy megfelelő kifejezés, még soha nem láttam ilyen rossz állapotokat az utakon. A hószőnyeg alatt szintiszta jégpáncél feszül. Az autók még téli gumival sem tudnak közlekedni, mondta egy autómentő. Üresen tátongott a hamburgi főpályaudvar is. Helyi és távolsági járatokat is törölni kellett. A vastag hó ugyanis több helyen járhatatlanná tette a sínpályákat. Ez a nagysebességű Intercity Express is a pályaudvaron vesztegelt Dortmundban. Itt is arra készülnek, hogy akár még napokig fennakadások lesznek a vasúti közlekedésben. Rendőr és mentőautók sereglettek vasárnap a német főváros egyik legszegényebb részébe. Egy hajléktalanok lakta illegális sátortáborba igyekeztek. A közelgő viharban ugyanis a fűtetlen viskókban lakók valószínűleg nem élnék túl a sarkvidéki hideget, ezért átmeneti szállásokra szállították a csaknem 50 sátor lakóját. Baljós felleg borult ez alatt Stuttgartra. Az erős déli szél szaharai homokkal hintette tele Baden-Württemberg égboltját, amely szokatlan sárga fényárba vonta a tartomány fővárosát. Míg Németország északi részén sarkvidéki időjárás tombol, addig itt, az ország déli felében meglepően enyhe az idő. A jövő hét elején akár 20 Celsius fokos különbség is lehet az ország északi és déli részei között. Itthon az állatvédelemről indított online konzultációt az Agrárminisztérium. 13 kérdésben várja mindenki válaszát a tárca, ezek mind a felelős állattartásra vonatkoznak. A kérdőívet az állatvédelem.kormány.hu című weboldalon találják, a kitöltésre pedig egy hónap áll rendelkezésre. Az állatvédelmi akció célja, hogy az állattartás körülményei szabályozottabbak legyenek. Gerinc problémái miatt kapta a kétkerekű kocsit ez a kutyus. A Noé Állatotthon 30 éve dolgozik azon, hogy a kóbor és a rossz körülmények közül kimenekített állatok mi hamarabb szerető gazdára találhassanak. A szóvivő azt mondja, hogy az évtizedek alatt sok segítőjük akadt, de még mindig fontos, hogy a munkájukat szélesebb körben is elismerjék. Az állatmentő szervezet munkatársai az elsők között töltötték ki a kormány állatvédelemmel kapcsolatos kérdőívét. Egyetérte azzal, hogy felelős állattartásra való nevelést már kisgyerekkorban indokolt elkezdeni. Egy hónap még online várják a válaszokat a kormány honlapján megtalálható kérdőívben. Az alapítvány is azt reméli, hogy a társadalmi párbeszéd után nagyobb lesz az állatokkal és az állattartással kapcsolatban az empátia, és átláthatóbbá válik a rendszer működése is a lakosság számára. Ha elmegyünk egy iskolába, egy óvodába, vagy bármilyen rendezvényre, nagyon sokan rácsodálkoznak, hogy tényleg mekkora a probléma, milyen jellegű dolgaink vannak, mit végeznek a civilek ebből, milyen fajta egyéb háttértámogatás van. Tehát, hogy fontos, hogy szélesebb körben megismerjék az emberek az állatokkal, az állatvédelemmel kapcsolatos mai napi kihívásokat. A felmérés 13 kérdést tartalmaz az állatok jogaival és a felelős állattartással kapcsolatban. Az agrárminiszter azt mondta, hogy ez a mostani párbeszéd segíti az ágazatban dolgozók munkáját és eredményességét is. A kormány és az agrárminisztérium célja tehát az, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítsük az állatok jólétének javítását és a felelős állattartás térnyerését a lakosság körében. Ebben a szellemben indítjuk most el az állatvédelmi társadalmi párbeszédet, amelynek során online kérdőív kitöltésével mondhatja el mindenki a véleményét, és járulhat hozzá ahhoz, hogy magasabb szintre emeljük Magyarországon az állatvédelmi kérdéseket. A március 7-éig kitölthető online kérdőív nem csak a házi és a társállatok helyzetét, hanem a haszonállatok témakörét is érinti. Elkezdődött az idei házasság hete, jövő vasárnapig egymást érik majd a házasságot népszerűsítő programok. A járványhelyzet miatt az online térbe költözött a rendezvény, előadásokkal, beszélgetésekkel várnak mindenkit. A mozgalom sokat segíthet azoknak is, akiknek a járványhelyzet nehézséget hozott a párkapcsolatába. Ezerszer igen,
Így hangzik az idei házasság hete mottója. Isten tisztelettel kezdődött vasárnap délelőtt a házasság hete. 14. alkalommal rendezik meg a mozgalmat, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet a házasság és a család fontosságára. Évtizedeken keresztül csiszolódunk és tapasztaljuk meg ebben a csodálatos munkában az üzenetet. A járványhelyzet miatt most elsősorban szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel, párkapcsolatépítő játékokkal és szentmisékkel várják az érdeklődőket, amik online követhetők. Idén a fő téma az összezártság problémája. Ez az igen, ez tulajdonképpen benne van. Abban is, hogy egymás mellett döntöttünk, egyszer és mindenkorra. A rendezvény sorozat idei nagykövetei Pál Úr János orgonaművész és felesége Kornélia, akik 30 éve élnek együtt harmonikus házasságban. Arra is gondoltunk, hogy azt a sok értéket, amit mi magunk megélünk a házasságunkban, azt esetleg felmutathatjuk másoknak is, biztathatjuk őket ezzel, hogy érdemes házasságban élni, érdemes azt a sok kincset egymásnak átadni, amire sok esetben csak egy házasság képes. Csúcsokat dönt a házasságkötések száma itthon. 1986 óta nem kötöttek olyan sok házasságot, mint 2020-ban. Emlékeztetett vasárnap a magyar nemzet. A KSH adatai szerint az elmúlt 3 évben folyamatosan nőtt ez a szám. Ezzel párhuzamosan pedig Európában nálunk volt a legnagyobb a gyermekvállalási kedv is. Néha elég, ha a kezdet a kezemhez ér. A járványhelyzet ellenére csak nem megduplázódott 2010-hez képest az esküvők száma. A szabályok értelmében az esküvők lakodalom nélkül megtarthatóak, a szertartáson azonban csak a házaspár, a tanúk és a család vehet részt. Az előző év több szempontból is emlékezetes volt a pároknak. Sokaknak módosítania kellett az időponton, de voltak olyanok is, akik inkább elhalasztották életük nagy napját. A kapcsolatokban általában a fő probléma a kommunikáció hiánya, és hogy a felek egy idő után nem figyelnek egymásra. Az utóbbi időszak a családokat és a párkapcsolatokat is hatalmas kihívás elé állította. Csúsz Klára pszichológus szerint az összezártság a meglévő problémákat is felerősítheti, amire oda kell figyelni. Az összezártság, minél kisebb a lakás és minél többen laknak benne, minél inkább különösen gondozást igénylő gyerekek vannak a családban, tehát pici babák vagy serdülők, ugye annál inkább jöhetnek konfliktusok. Nagyon megterhelő az, hogy otthon kell dolgozni, ha egyáltalán van munka, ugye, de hogy otthon kell dolgozni, és a másik, hogy a gyerekek is otthon járnak iskolába, ahol például az erőforrások, hogy hány számítógép van, ezek mind-mind befolyásolják, rengeteg konfliktust tudnak szülni. Az Egyesült Királyságból indult több mint 2 évtizede a házasság hete mozgalom, amihez Magyarország 2008-ban csatlakozott. A nevem András, azaz Kállai Sanders András, Hazaérek majd című dalával nyerte a dal 2021 második válogatóját. A műsorban ezúttal is 10 előadó mutatkozott be, akik közül 4-et a zsűri, az 5-et pedig már a közönség juttatta tovább a szavazataival. A műsorban megemlékeztek a pénteken súlyos betegség után elhunyt Siklósi Őrsről, az AVS zenekar együtteséről, énekeséről is. A zenekar 2018-ban Viszlát nyár című dalával megnyerte a dalt, és Magyarországot képviselhette az Eurovíziós dal fesztiválon. Ezekkel a felvételekkel emlékeztek a Dal 2021 műsorában az AVS zenekar frontemberére. A 2018-as tehetségkutató győztes zenekarának énekese, Siklósi Őrs hosszú betegség után 29 éves korában hunyt el. Drága Őrs, mai adásunk neked szól, zenésztársaink ma érted is a színpadra állnak. Az együttes közösségi oldalán így emlékezett az énekesre. Elmondani az elmondhatatlant, leírni a leírhatatlant, ez az, amit most meg kell tennünk. A második válogatón ezúttal is 10 produkciót láthatott a közönség. Elsőként és ezáltal automatikusan ott vagy te is az elődöntőben. A zsűritől a legmagasabb pontszámot ezúttal Kállai Sanders András érdemelte ki, aki ezzel automatikusan tovább jutott az elődöntőbe. Először izgultam rég-régóta, az ma este volt, és csak azért, mert volt egy kis dolog bennem, ami bizonytalan volt abban, hogy fogják fogadni a magyar éneklést tőlem. Mert aki tudja, hogy én
angolul énekelek kb. 95% a zenéimet, így még a versenyben nem indultam. Őt követte Gerendás Dani és Dárdai Blanka, majd holtversenyben Noémó és Szabó Leslie. Az ötödik továbbjutót a közönség választotta ki szavazataival, a legtöbb voksot Andelic Jonatán kapta. A legnagyobb felelősség idén is a zsűrié volt. Nagyon, nagyon nehéz volt. Ez most komolyan nagyon nehéz volt. Egy nagyon rafkós egy brigád, aki összerakja itt a sorrendet, hogy melyik adásban kik legyenek meg minden, mert egy körülbelül egyforma erős produkciók 50 millió különböző stílusból, és hát itt emberek sorsa van a vállunkon, kit juttasz tovább, kinek adsz kevés pontot, kit ejtesz ki. Szóval nagyon nehéz volt most. A dal ezúttal is az év magyar slágerét keresi. A nyertes a lemezfelvétel és a videoklip készítése mellett átveheti a Petőfi Zenei Díj évdala elismerést is. Az idei év különlegessége, hogy az összes döntős pénzjutalomban részesül, és emellett több külön díjat is kiosztanak majd.